Sziasztok, Kongfan vagyok, folytatódik a filmes évösszegző, ezúttal pedig a csalódásokra fogok majd fókuszálni. Fontos megjegyezni, hogy nem feltétlenül rossz filmek ezek, csak éppen nem teljesítették azokat az elvárásokat, amiket támasztottam feléjük. Persze lesznek a listában rossz filmek is, de úgyis észre fogjátok venni, hogy melyek azok. Továbbra is 10 film lesz a listában, viszont most lesznek futottak még kategóriában is versenyzők, amik nem kerültek bele a top 10-be. Az egyik ilyen a kiéhezettek, ami elsőre úgy tűnt, hogy végre hoz valami friss vért ebbe az egész zombi zsánerbe, de sajnos az érdekes alapötleten túl semmire sem futotta. Egy idő után pontosan ugyanolyan zombis film lesz, mint bármi más, csak kicsit komolyabban veszi magát, mint a legtöbb ilyen film, és hát a finálé is inkább erőtetett lett, mint sem friss, vagy éppen olyan nagyon átgondolt. A másik film, ami lecsúszott, az a Sosem voltál itt, ami nagyon szeretett volna valamiféle, nem is tudom, művészi thriller lenni, kicsit a Drive nyomvonalát követve, de nálam ez nagyon nem működött. A kellemes lassúság és lüktetés, ami a Drive-ot éltette, az itt csupán méle unalom volt, és mivel nagyon kis költségvetésű volt a film, a robbanásszerű agresszió is inkább elmaradt. Hát, nem tudtam mihez kezdeni ezzel a filmmel. De most már térjünk is át a top listára. A 10. helyezett. I hate California. I want to go to the East Coast. I want to go where culture is, like New York. How in the world did I raise such a snob? Or at least Connecticut or New Hampshire, where writers live in the woods. Get into those schools anyway. Mom! You should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail and then back to City College and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. Lady Bird. Kedvelem a coming of age filmeket, és Saoirse Ronant is borzasztó jó színészőnek tartom, így természetesen vártam ezt a filmet, pláne azok után, hogy láttam mennyien szeretik a Lady Birdet, és még Oscar esélyes is volt. Nekem azonban csalódásként fog az emlékeimben élni ez a film. Very anarchist. Put the magazine back! She has a big heart, your mom. She's warm, but she's also kind of scary. You can't be scary and warm. I think you can, your mom is. So, you're not interested in any Catholic colleges? No way. Elvileg minden klappol. Van egy fiatal főszereplőnk, aki próbálja megtalálni a saját hangját. Természetesen vannak zűrök, család, iskola, munkahely, szerelem, stb. Életszerűek a helyzetek, amiket néha abszolút humorra öntenek nyakon, vagy hihető drámával. Én valahogy mégsem tudtam rá hangolódni erre a filmre. Mégpedig azért, mert engem ez a főszereplő lány egyszerűen nem érdekelt. Nem találtam érdekesnek, és különösebben szimpatikus sem volt számomra. Sex. You're having sex? We're afraid that we will never escape our past. Whatever we give you, it's never enough. It's never enough. It is enough. Nem tudtam a problémáival sem azonosulni, vagy a helyzetébe képzelni magam. És lehetne azzal jönni, hogy azért van ez így, mert egy lányról beszélünk, én meg hát a legnagyobb jó indulattal sem vagyok az. De például ott volt néhány éve Hailee Steinfeld-el, az egy magányos tinédzser, ami hasonló témákkal foglalkozik, és azt a filmet meg imádtam. Ezt a filmet meg csak untam egy idő után. Ez van. What if this is the best version? A 9. helyezett. I think I'm going mad. Lara, your father's gone. Tomb Raider. Soha nem voltam nagy Tomb Raider rajongó egészen a 2013-as epizódig. Így megörültem, amikor megtudtam, hogy ezt a játékot fogja alapul venni a következő film. Ráadásul még jó főszereplőt is találtak a filmhez. Minden bizalmam ez a film élet, hogy végre szülessen egy olyan videójáték adaptáció, ami egyszerre szól a rajongóknak és a filmnézők is megtalálják a számításaikat. What are you doing here, Lara? Seven years I've been on this island. Your father, he put me here. A vérlázítóra sikerült Assassin's Creed után pedig tényleg utolsó bástyaként tekintettem erre a filmre, de sajnos megint nem sikerült.
Azért azt gyorsan hozzá kell tenni, hogy a film nem nézhetetlen. Az Angelina Jolie-s szarságoknál messze értelmesebb, vagy a legtöbb videójáték adaptációnál. Mégis, ez a film olyan semmilyen lett. Az akciók jók, de nem emlékezetesek. Alicia Vikander jó a szerepben, de nem kiemelkedő. A főgonosz meg egyenesen hajmeresztően béna, viszont Walton Goggins-t nem lehet nem szeretni. You must stop them, Laura. Promise me. A látvány hol jó, hol közepes. Itt-ott megpróbálták a játék bizonyos jeleneteit másolni, ami megint csak több kevesebb sikerrel jött össze. És amikor egy lakatlan szigetes, kincskeresős, túlélős kalandfilmen unatkozol, hát ott már sejtett, hogy valami nincs rendben. Nem rossz film a Tomb Raider, mondjuk egy erős közepes, de ennél több kellene. Nyolcadik helyezett. You drive me completely crazy. A bosszú. Olyan szintű körbe szopkodást kapott ez a film, ami mellett nem tudtam elmenni szó nélkül. Egy első filmes rendezőnő munkája, nem is bonyolult a recept, egy fiatal lány elmegy bulizni a szeretőihez, közben befutannak két cimborája, akikkel vadászni szeretne, az egyikük nagyon gonosz férfi lévén meg is erőszakolja a lányt, és ezután úgy döntenek, inkább megölik, hiszen nem akarja elfogadni a hallgatási pénzt. Lelökik egy szikláról, a lány túlírja a zuhanást úgy, hogy egy fa keresztül szúrja anyád, ő meg egy éjszaka alatt hip-hop összefoltozza magát és elkezd bosszút állni. Van egy szint, amikor az erőszak túltolása már komolyan vehetetlen. Értőkezű rendezők, mint például Tarantino, mesterien tudja a túltolt erőszakot fekete humorral ellensúlyozni, vagy más morbid hülyeséggel. És nálam itt bukott el ez a film, mert véresen komolyan veszi magát az első perctől az utolsóig, miközben képtelenebbnél képtelenebb vérengzések történnek. Ráadásul néhány ember még szimbolizmust és mély üzeneteket kezdett el belemagyarázni a filmbe, mert a lány hasába beleég a főnix, ami az újjászületés jelképe. Hagyjuk már! Stan Dimitri, my associates. Hi. Ez csak egy trancsi trash. Annak egyébként nem is lenne rossz, pörög a gór ezerrel, ami mondjuk egy idő után túl sok és inkább röhelyessé válik, de technikailag egyébként parádés a bosszú. Jól néz ki, jók a zenék, még azt is tudnám mondani, hogy hangulatos, de ne akarjunk már többet belelátni és úgy eladni. Annyi a máki ennek a filmnek, hogy pont jókor jött és a túltolt, valódi értelmét elvesztő MeToo mozgalmat meg tudta lavagolni. Hetedik helyezett. Hang nélkül. Dee Chimus fogadta a filmet ölelés és imádat. Egy világ, ahol nem adhatsz ki semmilyen hangot, mert jönnek a szuperhallású szörnyek és megesznek. Jaj. Ezzel a filmmel sem az a baj, hogy rossz lenne, csak ez is túl sokat hisz magáról. Nagyon jó koncepciója van, de a saját világán belül is ezersebből vérzik. Logikai bakik tömkelege szegélyezi a filmet, amiken én hajlandó lennék túllépni, de ez a film is annyira komolyan veszi magát, hogy ezek a hibák reflektorként kezdenek el világítani a filmben. Mire is gondolok? Ezek a szörnyek kilométerekről kiszúrják a legkisebb neszt, odaszaladnak és tényleg vége mindennek, de egy csecsemő gügyögése az nem zavarja őket, ami pont az orruk előtt van, mert akkor éppen a forgatókönyv úgy akarja. És nagyon sokszor úgy akarja. Például azt is, hogy a főszereplőink olyan sötétek legyenek, mint egy kút alja. Rögtön a film elején,
ez nem spoiler, az első 10 percről beszélek. Tehát rögtön a film legelején a család legfiatalabb tagját megöli a szörny, mert a szülőknek annyi eszük nem volt, hogy a gyerekeiket a saját pár méteres körzetükben tartsák. Azért ebbe gondoljunk már bele. Van egy világ, amit ezek a szörnyek tönkretettek, gyakorlatilag egy fingás a halálodat okozhatja, de hagyod a gyerekedet a sor végén egyedül sétálni? Ti hülyék vagytok? Bár ez megmagyarázná, hogy ezek a dögök mégis hogy kerekedtek fölül az emberiségen, mert valahogy nehezen hiszem, hogy ezek a bogára emlékeztető izék elpicsázták a világ teljes katonai szervezetét, akiknek modern fegyvereik voltak és harci gépeik. De azon is jót rögtem, amikor az ilyen megállíthatatlan szörnyet a film végén az asszony egy kétcsövű vadászpuskával kicsinál. Ez a sok átgondolatlan sületlenség pedig rendre megöli az egyébként sokszor tényleg feszült hangulatot. Kár. 6. helyezett. How would you define terrorism? Sicario 2. A zsoldos. Denis Villeneuve lassan, de biztosan a kedvenc rendezőmé válik. Ennek egyik első lépcsője volt a Sicario első része, ami egy megalkuvást nem ismerő, borzasztóan kemény thriller volt. Remek karakterekkel, feszült atmoszférával, gyönyörű látvánnyal, remek akciójelenetekkel és egy döbbenetes fináléval. El sem tudtam képzelni, hogy ezt valaki is folytatni akarná, de mégis megtörtént. És az előjelek nem is voltak rosszak. Ugyan a rendező nem tért vissza, de Stefano Solima személyében úgy tűnt remek utódra talált a film. Turning you loose? How loose? No rules this time. Adios. Ez a fickó készítette az All Cops Are Bastards, Minden zsarú rohadék című filmet, a Suburrát és a Gomorra című tévésorozatot is. Mindegyik az olasz politikai, rendőrségi és alvilági élettel foglalkozik, tehát még a Sicario világa sem feltétlenül lenne idegen terep a rendező számára. Az előzetesek pedig mind remekek voltak. Sajnos a film végül meg sem tudta közelíteni az első rész színvonalát, no nem technikai értelemben, azzal nincs semmi gond. A probléma a forgatókönyvben keresendő, amiben mintha a hollywoodi fejesek ész nélkül beletrappoltak volna. A film első közel 70 perce tökéletes. Remekül vezetik tovább azt a fajta stílust, amit az első részben felépítettek. Jók az akciók, és végre csak a két antihősre fókuszált a film, és felépítenek egy borzasztóan mocskos, de hihető sztorit. Mindezt a film második felében teljesen kinyírják. Olyan hollywoodi klisihalmaza folytják a filmet, amit egy Sicario nem engedhetne meg magának. Gyakorlatilag az első film pesszimista világlátásával teljesen szembe megy, és még a karaktereit is kifordítják önmagukból. A Del Toro által játszott Alejandro film első felében még ugyanaz a megkérdőjelezhető erkölcsi alak, aki az első részben volt, és a főnöke is ugyanez a cél mindennek felett figura. A második felében mindkettőjük egy olyan hiteltelen pálfordulásom megy át, ami végtelenül kiábrándító. Egyszerűen nem jöhetnének elő ezek a döntések, ezekből a figurákból. Könyörgök, Alejandro az első rész végén kivégzett egy komplett családot csak azért, hogy a bosszúja teljes legyen. Itt meg neki áll baby csőszködni, Graver pedig még asszisztál is titokban ehhez? Mi ez a hülyeség? A vége meg egy olyan ordos nagy baromság, hogy majdnem kiszaladtam a világból tőle. Iszonyatosan le lett butítva és fel lett vizezve a Sicario 2 az elsőhöz képest, méltatlan ahhoz, de persze jön majd a harmadik rész is, biztos jó lesz. Szerintem azt már meg se nézem. 5. helyezett. If I told you about her, the princess without voice, what would I say? A víz érintése. Guillermo del Toro az egyik kedvenc rendező. Bármit hajlandó vagyok megnézni, amit ő rendez. Egyedi látásvilága van, egyedi víziói és filmnyelve. Igazából két filmje van, amiket nem szerettem. Az egyik a Mimik, a másik pedig a Bíborhegy. A rendező életművébe persze beleillenek, de a végeredmény nem az lett, aminek lennie kellett volna.
Na, ebbe a listába sorolt be a legújabb filmje, a Víz érintése is. Az alapötlet megint igazán deltorós, néma nő, a társadalomból kirekesztve, megismer egy vízilényt, akit folyamatosan kínoznak és kísérleteznek rajta, a két magányos lélek pedig egymásra talál. Nincs is ezzel igazából semmi gond. Klasszikus mese, amit Del Toro könnyedén tudna egy dark fantasy love story-vá tenni. Papíron ennek a filmnek működnie kellene, de sajnos nem ez történt. When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am. Del Toro valószínűleg megmondta, hogy még mindig nincs Oscarja, így hajlandó volt a saját vízióját, a saját hangját olyan trendy, hollywoodi klisékkel és káros, mézes-mázos dolgokkal feltölteni, ami garantálta neki az Oscart. El is vitte a legjobb film és rendeződíját is. Na de milyen áron? Szóval, a főszereplőnk egy néma nő, aki annyira nem kell senkinek, hogy minden napját maszturbálással kezdi, és mivel a vízi szörnyünk az egyetlen lény a Földön, aki nem szemétkedik vele, már is ráveti magát. Micsoda mélység, ugye? Egyszerűen nincs normálisan megalapozva és felépítve a két karakter kapcsolata. A lénynek konkrétan semmi személyisége nincs, amiért beleszerethetne valaki. Az egész film alatt csak haldoklik, vagy bántják, vagy szexel ezzel a kéjenc nővel. És nem, engem nem az akaszt ki, hogy van szex egy ember és egy másik lény között. A Mass Effect videójátékban én például Liarát választottam, de több idegen fajjal is lehet romantikus kapcsolatba kerülni, attól függően milyen nemű a karaktered, de azoknak a szereplőknek vannak jellemeik, múltjuk, lehet őket szeretni, egyszerűen élnek. Az itteni szörnyünk meg tényleg nem csinál semmit, az egész kapcsolatok felszínes és émeítően gicses. Ez a ne a külső alapján ítéljünk és szeressünk dolog egy jó üzenet lenne, de nem így. A hollywoodi PC-mánia egyszerűen megfojtotta ezt a filmet, ráadásul, de csak szerintem, pont a hollywoodi PC-zés a lehető legkirekesztőbb és károsabb bárkivel, aki valamilyen kisebbséggel küzd. A film fő mozgatórugója ugyanis a rasszizmus, a szexizmus és a homofóbia, de a lehető legkifacsartabb formában. Lássuk a film főszereplőit. A néma nő. Az ő legjobb barátja egy túlsúlyos, nagyszájú, fekete nő. De van itt még egy idősödő meleg fickó, és ugye a halember. A 60-as évek Amerikájában. Kapizsgáljátok már, mi itt a baj? Minden kisebbségi és fogyatékkal élő ember jó, de persze a családos fehér ember, na ő a szadista, gonosz szarházi. Bárcsak ilyen egyszerű lenne a világ. Őszintén szóval Spike Lee-ből néztem volna ki ilyen káros propagandát, és nem Del Toro-ból. Minden egyes karakter egy két lábon járó sztereotípia valódi karakter nélkül. Meg milyen elfogadó világlátás az, hogy egy néma nő csak egy hallal jött össze? Senkinek nem tűnt fel, hogy átestek a ló túloldalára? Hogy elfogadásról papolunk, holott ilyen képet festünk? Ez egy rettenetesen veszélyes és torz üzenet. A víz érintése nem más, mint egy díjhajház gicsparádé. Felszínes, unalmas, nyálas, sablonos és végtelenül buta. Technikailag persze parádés a film, és Michael Shannon megint megmutatta, miért ő az egyik kedvenc színészem, de soha nem gondoltam volna, hogy Del Toro néhány szoborét hajlandó ennyire lemenni kutyába. Negyedik helyezett. Expedíció. Alex Garland igazán kitett magáért, hogy a szakma megismerje és elismerje. Ő írta 28 nappal későbbet, a Napfényt, a Dreadet és több videójátékos kitérője is volt. Első rendezése, az Ex Machina pedig egy ízig-vérig intellektuális és okos sci-fi volt egy értő közönségnek, akiknek a sci-fi nem csak abból áll, hogy a nagy robotok lődeznek egymásra. Nagyon szeretem a munkáit, így természetesen vártam legújabb filmjét is. A csillagok állása viszont nem kedvezett az expedíciónak. A tesztvetítések miatt a producerek összevesztek. Az egyik producer azt mondta, a filmhez túl hülye az átlagnéző, ezért újra kell vágni, míg a másik producer kiállt a rendezője mellett.
A Paramount pedig szokásához híven beszart, így elkezdett megoldást keresni. Végül is jött a Netflix, akik hajlandók voltak kifizetni a film költségvetésének a felét, ha odaadják nekik a terjesztési jogokat. Ez így is lett. Az expedíció pedig elkerülte a mozikat, rögtön a Netflixen debütált, közben pedig még az is kiderült, hogy Garlandnek igazából ez már a harmadik rendezése. Eddig titokban tartották, de Carl Urban, a Dredd főszereplője egy interjúban elmondta, hogy Garland rendezte már a Dreddet is, nem csak írta. Így én kényelmesen hátradőltem, mert azt a filmet is imádtam, és kíváncsian vártam, hogy most mivel lep meg. Nos, meglepett, de nem pozitívan. A film arról szól, hogy megjelenik egy fura mező vagy burok a földön, ami folyamatosan terjeszkedik. Több kutatócsapat is behatolt már, de egy emberen kívül senki sem tért vissza. A következő expedícióban a visszatér katona felesége is részt vesz, hogy rájöjjön, mi történt a férjével, aki megmagyarázhatatlan visszatérés óta finoman szóval sem önmaga. Minden adott egy kiváló sci-fihez. Rejtély, egy fura hely, ahol látszólag a növények és állatok egyé váltak, rettegés az ismeretlentől, az újtól. És nem tagadom, a filmet nagyon sokáig imádtam, lekötött, hajtott előre a kíváncsiság, mert tényleg elképesztő a setting. A film baromi jól néz ki, végig feszült, egy jelenet konkrétan átmegy horrorba, ami szerintem igazán félelmetes azért nem volt, de hatásos volt. Folyamatosan olyan dolgok történtek, amik izgalomban tartottak, lehetetlen, bizarr események, és én tényleg csak ültem ott és tördeltem az ujjaimat, hogy úristen, mi lesz ebből, mi ez az egész, és semmi. A film utolsó fél órája olyan szinten megőrül, hogy ilyet én nagyon régen láttam már. Nem hagy elég kapaszkodót, amit megad, az annyira apróság, hogy tényleg bármit bele lehet magyarázni, és óhó, magyaráznak is. Se szeri, se száma a teóriáknak, egy része légből kapott, más része megalapozott, de igazából bármit bele lehet magyarázni. Én pedig ezt utálom. Nem az, hogy gondolkozni kell, hanem az, hogy látszik a filmen, nem is akar igazi választ adni. Inkább egy jó nagy blöfföt bedobunk a végére, a ráérős nézők meg majd összevesznek a fórumokon a teóriáik miatt, mi meg hátradőhetünk. Ezt pedig nem vártam volna egy Ex Machina után. Aminek szintén furi vége van, egy bizonyos részig nyitva van hagyva, de előtte annyit beszéltek, annyi mindent láttunk, hogy megvannak a fogódzók, itt pedig nincs. És igen, rám lehet fogni, hogy nem értettem a filmet. Sőt, kimondom, én nem értettem ezt a filmet, de ahogy Freddy D. is mondta például a filmalátokban, nagyobb kunst érteni, mint nem. Nem értettem, hogy mit akar tőlem ez a film. Egy fórumon azt írta XY, hogy az egész film a rákos sejtek terjedésének a szimbolikája. Oké. És? Most tettől kéne összehúgyoznom magam. De ugye ez sem szentírás, hiszen ezer is egy teória van. Merem állítani, hogy igazából az alkotók sem tudják, miről szólt, csak bíznak abban, hogy a végében majd valaki belemagyaráz valamit, ők meg röhöghetnek a markukba. Ha 2018 csalódása nem is, de a tavalyi év legnagyobb paraszakítása mindenképpen az expedíció. A harmadik helyezett. Now have any of you guys ever seen one of these bad things for real? We burned almost every physical book in the country. So by the time you guys grow up, there won't be one book left. Burn it. Fahrenheit 451. Az HBO nem kisebb feladatot vállalt magára, mint hogy újraforgatják a kultikus Fahrenheit 451-et. Ez azért tökös dolog. A könyv a mai napig hivatkozási pont, és minden szórakoztató médium emelt már át belőle dolgokat. Film is készült már. Én szándékosan ezzel a filmmel akartam kezdeni az ismerkedést, hogy ne legyenek nagy elvárásaim. Az előzetes remek volt. A film viszont egy borzasztó nagy kapufa lett. Hiába érdekes világ ez, ahol nem lehet olvasni azt, amit akarsz, sőt, egyenesen pusztítják a könyveket, mert abból csak rossz gondolatok jöhetnek. Az egészből semmit nem tudtak átadni, a film első 20 perce az, ami tényleg működik, utána egy méle unalom az egész.
A lehető legnagyobb lócabölcsességeket puffogtatják erőtlenül és céltalanul, mintha igazából az alkotók sem tudták volna, hogy mit is kellene elmesélniük és miről szól ez az egész valójában. A médiás szál pedig totál kilóg a filmből. Mint utólag olvastam, ilyen nincs is a könyvben, ezt a mostani alkotók pakolták be a filmbe. Látszik, teljesen fölösleges. Michael B. Jordan a főszerepben is teljesen őrlángon ég, egyedül Michael Shannon az, aki tudta, hogy mit csinál. Szegény Shannon, hogy pont két film is erre a listára került. A Fahrenheit 451 erőtlen, üres, unalmas film lett, pedig egy valódi kincs is lehetett volna. Knowledge is a dangerous thing. Drop it! Második helyezett. Do you know what it is to make your dreams come true, Leo? I've seen you working downstairs. You're a good man. This barman should not punch the fucking customers. Mute. És egy újabb Netflix film. Ezt már nem csak megvették, ezt konkrétan ők pénzelték. Duncan Jones rendezte, aki a Holdat, a Forráskódot és a Warcraftot is. Ennek a filmnek a forgatókönyvét 15 évig írta, de senkinek nem kellett, még aztán a Netflix lecsapott rá, de bár ne tették volna. A videó elején mondtam, hogy nem feltétlenül rossz filmek a listán szereplő produkciók, na most léptük túl ezt a határt. A Mute ugyanis egy olyan kriminálisan szar film, hogy az elviselhetetlen. Az egész film borzasztóan egyszerű, de úgy van előadva, hogy majd lesz valami nagy csavar, ami igazából nem jön soha, mert rögtön ki fogod találni, hogy mi van. Én azt hittem, hogy ezen felül lesz még valami slusszpoén, erre a film végén bedobják azt, amire már a kezdet-kezdetén rájössz. De hogy ez volt a nagy megfejtés? Egyszerűen röhely, amit ez a film fel tud mutatni. Mégis mi a francot írtak ezen 15 évig? Felirattal fogom majd jelezni, de el fogom spoilerezni a filmet, úgyhogy csak óvatosan. Van egy néma főhősünk, aki szerelmes, a lánynak van egy titka, amit nem benne ki elmondani, aztán a csaj egyszer csak eltűnik, a srác nyomoz utána, közben látunk egy valószínűleg meleg párt, nem volt nekem tiszta, hogy mi van közöttük, akik valamiféle maffia doktorok, és van velük egy kislány. Na, a nagy csavar az, hogy azért dolgozik ilyen kétes ügyekben ez a páros, mert kell nekik vízum, az egyikük az apjának a kislánynak, akinek az édesanyja a főhős szerelme, akit közben megöltek. Ennyi a film. Ezt írta Jones másfél évtizedig, erre baszol el 2 órát az életedből. A Mute rettentően unalmas, semmi nem történik benne, csak azt látod, hogy a tagba szakadt néma főszereplő A-ból B-be rohangál. És így ennyi. A karakterek borzalmasak, Paul Rudd menti a menthető, de az ő figurája is rémes. Semmit nem kezd a film azzal, hogy a főszereplője néma, vagy azzal, hogy egy cyberpunk jövőben játszódik a sztori Berlinben. Viszont összekötik a Hold című filmmel. Az egyetlen érdekes dolog egyébként. A Mute simán lehetett volna egy szányos fejvadászhoz hasonló, melankólikus, művészi cyberpunk mozi, helyette lett egy teljesen értelmetlen, unalmas és vérlázítóan szar film. Az első helyezett. Predator, a ragadozó. Óriási nagy Predator rajongó vagyok, egyedül az AVP filmeket rühellem, de szerintem nem kell ecsetelnem, hogy miért. Ezt a filmet viszont nagyon vártam, méghozzá azért, mert Shane Black írta és rendezte, aki kiváló forgatókönyvíró és rendező is. Ilyen filmek vannak a pedigréjében. Halálos fegyver, utolsó cserkész, Dur-Dur és csók, Vasember 3, rendes fickók. Egyetlen filmszerepe pedig a legelső Predator filmben van, ő játssza azt a figurát, akit elsőnek kinyír a ragadozó, illetve nagyon lelkes amiatt, hogy a barátnőjének nagy apinája. Úgy gondoltam, ha ez az ember hajlandó ragadozó filmet készíteni,
az jelent valamit fontos számára ez a cím. Még normális színészeket is szereztek, de... édes faszom, mi lett ebből? Nem fogok köntörfalazni, ez az új Predator film legalább olyan gáz lett, mint az Alien Covenant. Más dolgok miatt, de hasonló a végeredmény. Semmiféle feszültséget nem akart és nem is tudott teremteni, az akciók bénák és fantáziátlanok, a vérengzése 90%-a ocsmány CGI, konkrétan egy-két jelenet, mintha befejezetlen lenne és félkész. Rossz ránézni a filmre, a karakterek mind idióták, a szövegeik idegesítőek és egyáltalán nem viccesek, a keménykedések erőltetettek és kínosak. És nem azzal van a bajom, hogy vicces akkor lenne egy Predator film. Jó példa erre a második rész, ahol a főszereplő minden beszólásán ordítva lehetett röhögni, mert frappánsak és tényleg viccesek. Ezek meg nem. Semmiféle azonosulás nem jön létre a néző és a karakterek között. Megdöglik egy szereplő egy borzasztóan ingerszegény módon, és ki volt ez? Egy hülye sok közül. Sokan lehorták Antal Nimród Ragadozók filmjét, hogy az csak újrahasznosította az első filmet. Lófaszt. Az egy szerelmes levél az első filmhez, ez meg egy szaros WC papír, ami minden egyes percével megaláz egy kultikus figurát. Az egész filmen az érződik, hogy senki nem akarta megcsinálni. Nem lennék meglepve, ha kiderülne, hogy Black csak azért rendezte meg, mert alkut körött a Fox-szal. Biztos vagyok benne, hogy van egy saját ötlete, amire nem akarnak neki pénzt adni, csak akkor, ha a stúdiónak rendez valamit, ami történetesen pont a Predator lett. Ezzel együtt is érthetetlen az a fajta nem törődömség, ahogy összerakt ezt a filmet. Azért egy ragadozó filmet összerakni nem olyan, mint egy csatahajót. Szerintem rendezők százal jölnének azért, hogy ragadozót rendezhessenek. Ezek után csak remélni tudom, hogy Shane Black semmit nem csinálhat már többet Hollywoodban, mert nem érdemli meg. Ezek lettek volna 2018 legnagyobb filmes csalódásai számomra, természetesen nem kell vele egyetérteni, kommentben nyugodtan jöhetnek az észrevételek, esetleg saját listák, a következő lista pedig már a legrosszabb filmekkel fog foglalkozni, úgyhogy készüljetek fel az igazi pöcegödörre. Én Kongfan voltam, sziasztok!